következő mesét Komiáti Andi küldi neked a kánt Gyógyvarázs Mese Doktorok programon keresztül. Gyógyul meg minél hamarabb. A papucs szaggató király kisasszonyok. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még a hármas üveghegyen is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény juhászlegény. Nagy sereg juhot őrzött ez a juhászlegény, de abból a nagy sereg még csak egy bárányka sem volt az övé. Hely sóhajtozott is eleget, amint terelgette a nyájat, hogy neki semmi sincs ezen a világon, de hiába sóhajtozott, a nagy semmivel maradott. Azám, amit mondok, mégsem úgy volt egészen, mert egyszer, amint billeget ballagott a nyáj után, s nagyokat sóhajtott, csak előtte terem egy ősz öregember, s kérdi, mi a bajod, fiam, miért sóhajtozol olyan erősen? Mondja a legény, hogy a szegénység miatt, so, sóhajtozik, mert hogy neki, mindenkinek van valamie, csak neki nincsen, még egy báránykája sincs. Hát aztán mi kéne? kérdezte az őszöreg. Gondolkozik a legény, vajon mi is kéne neki, és azt találja mondani. Megelégedném én, öregapám, egy olyan tarisznyával, amely soha nem telik meg, és egy olyan bundával, hogy ha azt magamra kanyarítom, senki meg nem lát. No bizony, ha csak ez kell, azt én adhatok, mondotta az őszöreg, és a nyakába akasztott mindjárt egy tarisznyát, meg egy bundát. Mindjárt ki is próbálta a juhász legény a bundát, hát az öreg juhász nem látta meg. No, hanem egy szempillantásig sem maradott többet a nyáj mellett, elment szerencsét próbálni, s meg sem állott, míg a király városában nem ért. A királynak tizenkét lánya volt, de csak egyben volt öröme, a legkisebbikben. A többi minden Isten adta éjjel, eltűnt a palotából, és egyik-egyik hat pár papucsot szaggatott el. Hiszen volt a királynak aranya, ezüstje annyi, hogy kádaslag állott a pincében, telt a papucsra, de nem is azt szomorította a királyt, hanem hogy hol, merre tudnak járni, hol szaggatják el azt a tenger sok papucsot. Hiába faggatta szép szóval, csúszóval lányokat, azok mindig csak azt mondták, hogy ők maguk sem tudják, hogy mind kerülnek el hazúról, s csak azt tudják, hogy hol s merre járnak ének idején. Bizonyosan valami ördöngös lélek viszi el őket. Hitte is, nem is a király ezt a beszédet, de ami igaz, igaz, ami nem igaz, az hazugság. Én sem mondom, hogy láttam, amit nem láttam. A király hiába állított istrázsákat, százat is egyszerre a lányok szobája elé. Soha egy sem látta őket sem elmenni, sem visszatérni. Mert éjfélkor egy álomszellő úgy fejbe csapta valamennyit, hogy legördültek a földre, s föl sem keltek reggelig, aludtak, mint a fekete föld. Mit volt, mit nem tenni, a király kihirdette ország országvilágnak, hogy annak adja egyik leányát, legyen akárki fiaborja, aki neki megmondja, hogy hol s merre jár érek éjszakáján a tizenegy király kisasszony. Hát hiszen jöttek mindenfelől a szerencsepróbálók, de ahogy jöttek, szégyenkezve el is mehettek, mert éjfélkor mind elaludtak, s a király kisasszonyok mehettek bátran, amerre nekik tetszett. Meghallja ezt a juhászlegény, legény, jelenti magát a királynál, s este, mikor a király kisasszonyok a szobájukba mentek, ő is velük ment a bundában, láthatatlanul. A lányok lefeküdtek, elaludtak, de éjfélkor csak besúrant a szobába valami ördöngös lélek, felköltötte őket, csak a legkisebbet nem, aztán hirtelen felöltöztek a legszebb ruhájukba, és nagy zsákba beletettek hat-hat pár papucsot, így készülöttek valamerre. No, de a juhász legény mindent jól látott, s mit gondolt, mit nem, felébresztette a kicsi király kisasszonyt is. Hely, megijedtek a lányok, most már mit csináljanak? Ők bizony mézes-mázos szavakkal rávették a kicsi király kisasszonyt is, hogy menjen velük, nem bánja meg. Akkor az az ördöngös lélek zsírral bekente mindkét, mind a tizenkét leány vállát, s hát mind a tizenkettőnek szárnya nőtt. Fogta magát a legény, ő is megkente magát. Neki is szárnya nőtt egyszeribe. Abban a szempillantásban kinyílt az ablak, s kirepült az ördöngös lélek, utána a lányok, a lányok után meg a juhász legény. Felszálltak jó magasba, s repültek, mint a madár, hegyek, völgyek, folyók, stengerek fölött, aztán egyszerre csak leszálltak egy rézerdőben. A rézerdőnek is a közepén, ahol volt egy részköblös kút, részköblös kúton tizenkét részpohár. A lányok vizet merítettek a részkútból, ittak, aztán a poharakat visszatették a helyükre. A legénynek sem kellett több, mind a tizenkét poharat a tarisznyájába dugta, amellett még egy részfáról is letört egy ágat, és azt a tarisznyájába tette. Hely, ahogy azt a rézágat letörte, nagyot csendült, bondult az erdő, hogy csak úgy zúgott véges végig. Megijedt a kicsi király kisasszony szörnyen, s mondta a testvéreinek. Ja Istenem, miért jöttem veletek? Valaki itt van az erdőben, s meglátott. A nényei nagyot kacagtak. Ugyan ne féte bolond, nem jár itt senki rajtunk kívül. Azzal tovább repültek, s meg sem állottak, míg az ezüst erdőben nem értek. Ennek a közepén ezüstköblös kút volt, kútköblén tíz-két-tizenkét ezüstpohár, itt a kis, de a juhászlegény az ezüstpoharakat is a tarisznyájába tette, csak hogy egy egyéb bizonysága is legyen, letört egy ezüstágat. Rettentő nagyot csendült az ezüsterdő is, a kicsi asszony, majd kétségbe esett az ijegységtől, de a többiek csak kacagtak rajta, s tovább repültek. Az ezüsterdő után az aranyerdőbe értek, ott is leszállottak, ittak az aranykútból, és a juhász legény a tarisznyájába dugta az aranypoharakat is. Aztán letört egy aranyágat, de csendült is akkor át az aranyerdő, hogy szinte meghasadt a föld A kicsi király kisasszony most is mondta a testvéreinek, hogy bizonyosan kíséri valaki, forduljanak vissza, de a lányok csak kacagtak az ijegységén, és tovább repültek. Az aranyerdőn túl egy rengeteg magas hegy elé repültek, ott az ördöngös lélek aranyvesszővel megsuhintott egy ajtóforma sziklát, s egyszerűbe felpattant, a leányok pedig az ajtóny, a juhászlegény is utánuk. Helyhaj, hey, hát ott oly szertelen fényes szobába került a szegény juhászlegény, hogy majd megvakult a csillogástól. De csak ment a lányok után, fényesebbnél fényesebb szobákon keresztül, ahol minden, de minden színarany volt, még az ablaküvek is. És amikor úgy a 77. szobába értek, Hát csak jön a leányok elé 12 úrfi, csillogó-villogó gunyában, sétáltatják körüskörül a leányokat, és egyszer csak megszólal a muzsika valahol fent, mintha éppen a mennyországból szólt volna, s táncra kerekedtek, forogtak, mint a forgószél, repült, suhogott a drága sejemruha, szakadt, foszlott a csupas sejempapucs, de ha a foszlott, ugyan senki nem búsult, van helyébe más. Hajnali kakasszóig abba sem hagyták a táncot, mikor aztán mind a papucs miszlik beszakadt, elbúcsúztak az úrfiaktól, szárnyak kerekedtek, elrepültek, s hazáig meg sem állottak. Otthon szépen lefeküdtek, s aludtak, mintha sehol sem jártak volna. No, következik a reggel, és a juhászlegény felmegy a királyhoz. Hát, fiam, tudsz-e valamit? Tudok, bízén felséges királyom, csak meg ne szomorodjék erősen. Mondjad, fiam, mondjad. A juhászlegény tövéről hegyire elmondott mindent, akkor aztán a király behívatta mind a tizenkét lányát, s vallatóra fogta. Bezzeg, hogy tagadtak azok mindent, csak a kicsi király kisasszony nem. De hiába tagadtak, a juhászlegény előhúzta szép sorjában a réz, ezüst és aranypoharakat, elő a réz, ezüst és aranyágat is. A kicsi király kisasszony is bizonyította, hogy úgy volt, mint a juhászlegény mondta, mit volt, mit nem tenni, megadták magukat a leányok. Hiszen jöhetett ez után értük az ördöngös lélek, az sem tudta többet elvinni őket, mert a király a hétágú vastoronyba zártatta a leányokat, a legkisebbet pedig feleségül adta a juhászlegénynek, melléje még a fele királyságát is. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.